Scott Joplinnak hívták azt az embert, aki megalkotta a ragtime-ot, és vele az amerikainak hívott zenei stílust, a jazzt. Ami előtte történt, a történelem könyvekből ismerjük. Különböző nációk érkeztek az új világba, magukkal víve zenei kultúrájukat. Az írek például a baladáikat, az európaiak a kifinomultabb, a komoly zenének nevezett muzsikálást, és ez elegyedett a négerek ritmus világával. A 19. századi Amerikában egymástól távol lakó farmokon élők nagy vásárokon találkoztak, ahol hallgatták az emberek egymás zenéit, majd ezek keveredéséből létrejött a jazz. Joplin egy rabszolga fia volt, aki klasszikus zenével próbálkozott, ám bőrszíne miatt nem kapott lehetőséget. Aztán jött a ragtime. Sikert azonban csak az 1973-ban bemutatott Nagy balhé című film után ért meg, a halála után sok évvel. Volt ennek egy lassabb útja, és akár mondhatnék 100 éves távlatot is, tehát azért ez már az 1800-as években kezdett alakulgatni maga a jazz, de az még nyilván nagyon gyerekcipőben járt, és aztán a 20. század első évtizedeiben kezdett el ez igazán komolyan működni, és akkor már azokkal a jegyekkel, amik aztán később annyira ismerté vált az emberek előtt, ugye talán köztudott, hogy New Orleansban ott indult el ez az egész, ott a piros lámpás negyedben, aztán azt leégett, és onnan úgy a zenészek elkezdtek vándorolni a Mississippi mentén föl, Chicago, majd aztán New York, stb. Ja, tehát volt egy nagyon érdekes dolog még, kettő pontosan, ekkor találták fel a rádiót, és a hát lemezjátszónak az ősét, a fonográfot, de leginkább a rádió az, ami aztán pillanatokat világhírűvé tette a műfajt. Nem úgy találták ezt ki, hanem ez úgy alakult. Ez úgy alakult, és hát lehet ilyen szóval úgy is fogalmazni, nem túl szép, de tulajdonképpen az első olyan terméke, kulturális terméke Amerikának, amit aztán exportáltak a világ minden részébe. A klarinét csak lassanként nyerte le a műfajban, hiszen Scott Joplin első ragtime-jai zongorára íródtak. A klarinét az a legfiatalabb fafogos hangszer, ugyanakkor, ha így körbenézünk, magunk köré nézünk, ott látjuk a fúvó zenekarokban tömkelegével, ott látjuk a szimfonikus zenekarokban, a big bandekben, a Dixieland együttesben, a különböző jazz formációkban, a cigány zenekarokat nem tudom, mondtam-e már, a népi együttes, Szexádon vagyunk, itt gondolom vannak sváb együttesek, a klarinét nélkül összetetlen hangszere, és hát természetesen a úgynevezett komoly zenei irodalomban, a szimfonikus zenekarokban ott vannak. Tehát a legsokoldalúban használtam hangszer ma, jelen pillanatban, és ezt minden önzés nélkül mondhatom. Ezt a hangszert elkezdik szeptemberben a zeneiskolába a kisgyerekek, és mondjuk karácsonykor már a hullapelyes fehér rót eljátsza a fenyőfánál a családnak például, tehát ez egy nagyon jó dolog. Csábító ez a sokfajta műfaji lehetőség, amit mondtam, de talán a kezdetekben az csábító, hogyha van egy fúvózenekar egy adott iskolának vagy városnak, akkor oda már nagyon korán be tudnak ülni, és a közösségi zenélés az egy nagyon jó dolog, és a gyerekek ezt szeretni szokták általában. A Pécsi Tudományegyetem rendszeresen tart előadásokkal egybekötött koncerteket, ahol a zenei élvezet mellett a hallgatók zenetörténeti áttekintést is kaphatnak, egy-egy műfaj kialakulásáról és fejlődéséről.